Hello. Termus. No. Nu mi-te acas, mă lap două, eu când aș port tembel de mine. Ei, n-am sport tembel. Ale chem n-am vetia sercute. Itt van, azt hozom. Felkértek engem egy országos cigány focira, ahol el kell indulnunk 5+1 emberrel. Jövő héten lesz, és hát edzeni kéne. És arra gondoltam, hogy te legyél a... Mi is várjam, hogy te legyél a futár, vagy mi legyél? Hátvéd. De hogy hátvéd, kell. Jaj, engem előre akarsz tenni? Előre. Jó, hát akkor én leszek a főnök elő. Hogy van kedved? Hát futballozni nem futballoztam 38,5 éve. Megpróbálsz a labdót, anki szaladgálni. Azt mondod? Igen, igen, igen. Fél le. Nem tudom, hogy Győző ezt komolyan gondolja, és komolyan elvállalta ezt a focizást. Mert ha ő ezt elvállalta, nagyon nagy bajba vagyunk. Hogy szóltam ma Zolikának, hogy jöjjön ki, meg Emilnek, no. És akkor így lennék négyen, mert még két ember kéne szereznünk. Zolika, Emil, te, én, tudod, több ember kell. És akkor a nevünk az az lenne, hogy Győzike, GSE, vagy GSC, GSC. Mi Győzike? Mi nem MC Zsolti és csapata? Mindig Győzike? Nem vagy ma egy kicsit sok? Nem vagy ma kicsit sok? MC Zsolti és a csapata. Sokkal jobban hangzik. Mi? Nem adta ezt, kitaláltad, akkor ma biztos úgy lesz. Nem az kellett volna? MC Zsolti és a futball csapata megindultad. Nézd meg ezt, na. Nem leszek többet pásztor, adja le. Csak így lennék, nézd. Hopp, így. Mondom, ide figyelsz rá! Na, megvan a Zolikai kor... A képén van, nem haragszol? Na, anyám a franca képet! Elloptad, az kész! Tolvaj vagy, az jó van! Most már nem tudod magad róla, hol van. Mi van a tolvaj? Megszereztem! Na jó van, menj el, ne menj el! Megyek el, huborkát rakunk be! Nem jössz ke telepre? Mit raksz? Huborkát! Huborka még ilyenkor nincsen. Ha most vettünk. Na, vedd fel ezt a pólót, addig jönnek Zolikaik is. Ebbe a pólóba? Na. Zsoltinak nem bocsájtottam meg azt, hogy ellopta a festményemet. És nem is fogok neki megbocsájtani, mert a Jóisten ezért tudja, hogy mit kell tenni. Ez ennyi lehet örökre? Hát örökre, ezt neked vettem. Nad lelkű vagy te. Tudunk-e ott anya, amik előtt értekezletet csinált a padon? Miért tudnom? Na, akkor oda kell Zolikaikot ide, is hívni. Ide, gyere! És akkor csinálunk értekezletet. Hopp, hopp. Na. Nézd, esik győző! Na, ho, gyere! Ott van a latad! Ez az! Jaj! De papucs velem! Csaki, jó, hogy jössz, gyere csak! Na. Gyere ma! Jó van akkor. Következőre gondoltam, csinálunk egy foci csapatot. És szeretnék nekik aerobik órát tartani, de csak úgy, hogy te zenész. Úgyhogy el kell menned összeszedni a cuccodot, jó? Jó. És aerobik órát fogok nekik tartani, zumba óra. Jó van az. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a GSC első nagytaggyűlésén. Azért jöttünk ma össze, hogy jövő héten Székesfehérváron képviseljük Evelin, Emel, vagy Evelin, Emil, Evelin. Ne kacsingassal ma! Kacsingatsz, mert ücsna azt, mint aki hangyas. Jó, jó, akkor hova nézve? Na gyerekek, én most befejeztem veletek, jó, én nem a csapatkapitányám leszek. Na, csöndbe lesztek! Tudtok 5 percig csöndbe maradni? Na, mondd el! Amennyiben nem fognak rám hallgatni, akkor ki lesznek rúgva a csapatból, mert egyszerűen ez felhaborító, hogy viselkednek. Meg kell tanulni, rám hallgatni. A főnök én vagyok, és ez csapatmunka. De ne zavarjon ma azt téged, mondd már, de legyél ma nyugodtan. Le vannak tapadva. Így vagy, moré. Hát olyan, mint látsz, így van, elátszik a kettő. Jó van, tessék, uram. Szétesik. Na, akkor még egyszer átszeretettel köszöntelek benneteket a GSC foci csapat nevében. A foci sokan. Csapatunk jövő héten fog debutálni Székesfehérváron. Felkértek engem és csapatomat, hogy menjünk és képviseljük Nógrád megyét. Én arra gondoltam, hogy a kapuba Gáspár Győző, elő Gáspár Zsolt, két csatár, Emil és Zolika, és mi 2 darab embert kell szereznünk. A mai nap azzal fog elmenni, bocsánat, hogy... Igen? Ez kispályás, nagypályás. Most akartam mondani, Zolika, ez egy kispályás edzőmérkőzés lesz. A mai nap azzal fog eltelni, hogy edzeni fogunk. Emil! Elmondhatom! A mai nap azzal fog eltelni, hogy egy edzőmérkőzést fogunk egymás ellen csinálni. Én leszek a testvéremmel, ti ketten. A holnapi nap nagy meglepetés vár rátok. Elindulunk Debrecenbe, a debreceni új stadionba, naptárfotózáson lesz veszünk részt, ahol 4 darab bomba nő körbe fog minket venni fürdőruhába. Mi hogy lesz? Csókolóztam velük. Nektek volt baj, nekünk még nem volt baj. Beszélhetek, megengeditek, utána felteszem a kérdést, hogy lehet beszélni. Mondd. Holnap elmegyünk Debrecenbe a stadionba, és naptár fotót fogunk készíteni. Kakast fogunk fogni? Debrecenbe kakast? Jó van, oké. Balé, moré. Jó van, oké. El fog dőni, el fog dőni. Jó van. Hát még egyszer valaki megszólal, komolyan mondom. Jó van. Jó van, győző.
No! Ha még egyszer valaki megszól a seprővel velem rep! Mehet? Mehet, igen. Tovább. Elmegyünk holnap Debrecenbe, egy fotózáson veszünk részt, de előtte elviszlek titeket. Ide jut fel a szaga csizmába a bűzé. Aurómaló, olyan büdös. Olyan bűzé. Gyerekek, hogy nem fejezhetek be egy... Nagyon büdös. Mondatot! Hogy nem fejezhetek be egy mondatot! Mindenki mondja meg otthon a feleségüknek, hogy két napig nem leszünk itthon. Edzünk és edzünk és edzünk. És ha azt akarod tudni, 4-től 6-ig edzünk. 6-tól 7-ig pihenés van, és 7-től 8-ig pedig futunk. És csak karpiol és zöldség lesz. És ha valaki megpróbálja azt csinálni, hogy hoz magával ételt, hogy letesz be valamit a szatyorba, hogy kolbász, cukor vagy valami, az ki van rúgva a csapatból. MC Zsolti csapatás! Hogy lesz MC Zsolti is? Egy külön szervezet. Most azt szeretném tőletek megkérdezni, igen? Hogy van-e otthon nagyon kényelmes sportfutócipőtök? Honnan lenne? Honnan lenne? Vagy pedig csizma? Csizma van, ezt elvan. Olyan van. Virítós kenyeretesünk szerdától szerdáig. És akkor a csizmába jönnétek? Igen. Mert még ilyen sem volt Magyarországon, hogy csizmába vagyunk. Az, hogyha itt el van valaki, miért ne vettessék ki magunkat? Én ebben megyek, Emil. Én olyan leszek a pajan is, mint a... Nem engedni. Nem, mit nem anyád? Én olyan leszek a pályán is, mint ott az állatoknál. És az állatoknál is olyan vagyok, mint jó? A pályán. Te egy állat vagy. Én egy állat vagyok. Oké. Okay. Én egy jó, nagy menjünk. Bárány vagyok. Menjünk. Anya bárány. Te tudod mi vagy? Nem anya bárány, egy anya szomorító. Egy anya szomorító. Lehogy sülj egy zinko. Mare, téged el kéne vinni személyzetre. Mi? Hát nem látod ki? Á, így az, hogy mind a baj. Reggel tiszta csipa voltam. Be van gyulladva a szemeim. Úgy szedtek neki, Emil a csipa. Na most akkor mit csinálj? Egyelőre kettő. Egy. Ilyen. Kettő. Mindenki bemele. Három. Négy. Öt. Ez igen. Hat. Jó csinálja. Nehogy lelökjettél még. Na, kezdjünk el. Gyerünk akkor. Emeld a lábad. Emeld a lábad. És Emil, arra kérlek téged, hozd ide a labdát, és egymásnak dobáljátok a labdát közben. Nem dőlünk ki, dobáld a labdát. Emil, dobáld a labdát. Álljunk meg, Csaki. Gyere ide, Zsolti. Gyere ide! 20 fekvő támasz! Gyere! 20 fekvő támasz! Mehet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Én már megszoktam, hogy győzőtől, hogy ő a főnök, a legvégén meg úgyis éljövök ki belőle, mert én veszem át az egész csapatot. Hagy főnökösködjön, hagy élvezze, hagy ki a bajon, a csapat úgyis hozzám, én leszek a csapat igazgató. Azt akar, adjad neki, szedjed neki, dobjad neki, adjad neki, ez az, szedjed, 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 gyere elmény, ez az, ez az, szedjed, gyere, gyere, hagyj égjed az a izom, ez az, hagyj menjél, vigyázz, vigyázz, szedjed, szedjed, gyere, gyere, és, Meg kell mutatni, Emil! Nagyon jó! Ez az Emil! Jó levesen! Csuk a fejet! De Zoli, nagyon jó! Győzi, rúgj egyet! Hát iskolában én vagyok! Fixe, olyan voltam, mint X-Men. Hallod? Javier, Dr. Javier! Ja! Ja! Sinter Ronaldo! Jó, go! Sinter Ronaldo! Ja. Legyen a nevem Sinter Ronaldo! Sinter Ronaldo, ja! Gyerünk, Sinter Ronaldo! Sinter Ronaldo, ez az! Ott van, ja! Tessék! Sinter Ronaldo-t nevezitek ki! Azért vállalom az egész procedúrát, mert szeretem a kihívásokat. A kihívásoknak élek, szeretem azt, mikor új dolgokat kell megvalósítani, és ki tudja, lehet, hogy még én leszek a második David Beckham Magyarországon. Nem kizárt. Én ezt berúgom. Rúg be. Én mi maradnánk itt egy órát, ugye Emil? Hogy edzésben egy dobjad légy. Már nem is egy órát, legalább egy fele. Na maradjatok, nekem mennem kell. Én nagyon szépen köszönöm, holnap találkozunk, akkor reggel jövünk. Hát aldalsodok, azzal kezdjük, hogy földíszítjük a turnébuszt. Igen. Földíszítjük a Győzike GSC, mindenki megkapja a melegűtét és irány Debrecen. Adjuk meg a labdát. Ez nem lesz, csak áldott legyen a meccs, a miénk, a kupa miénk, legyen a kupa. Ennyi. Hajra! Hey! 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 Hey!